Sziasztok! Itt lennék az úton. Horgászom már jó pár órája, pörgettem. Most viszont átálltam onnat. Hídról mártogatom be a Sáskátra hídala. És jött egy kicsi domi végre. Pörgetve ki nem jönnek. Egy akkora kb. Jött pörgetve. De álltam a vízbe. Kirázta a horgot, amikor megemeltem. És elment. Megpróbálok még sáskát szedni, és hátha fogok. Haza is jöttem. Sajnos csak ő jött egyedül. Beengedem a tóba. Remélem megmarad. Nem lesznek ilyen vízszünetek. Amikor reggel is valamiért alig folyt, de csak ilyen friss dolog lehetett. Aztán ugye tehát a nap úgy egyre jobban kezdett folyni. Nem volt a pataknak vize. El is ment. Most jelenleg jó folyik. Reggel volt nád is kijöve. Megigazgattam egy-egyet. Megnézem a gátnál is mi a helyzet, de a pataknak nem volt vize. Gáton se folyt egyáltalán, de lehet, hogy most se folyik még át rajta. De megnézem. Na, hát ezek szerint a pataknak a vize megjött. Most már folyik át a tetején. Délelőtt reggel egyáltalán nem folyt, csak a csövön. Ott egy nagyon minimális víz folyt, tényleg kicsi. Úgyhogy azt jelenti, a gát az elég jó. Most is azért mocskot elszezem, hogy folyjon több víz a tóba, de jóforma a tóba is a befolyás a víznek. Halakkal se volt baj. Elég jó bírtak. Arra gyanakszok, hogy hódok valahol egy frissen raktak gátat. És akkor azon vagy valahova a vizet kiengedték. És akkor azért nem jött víz, vagy a gát fel kellett tájén, vagy a mező fel kellett tájén vízzel. Na most ma van víz szerencsére. Akkor lehet esetleg baj, ha valami hódgát átszakad, és jön egy jobb víz, akkor ebbe is tehet kárt. Most már elég jó. Annak fűszve a kis téve. A növény is jó gyökerezik, azoknak jó gyökerük van. Valami biztos fognak még tartalék főd az éve. Ha kell, akkor tudunk behagyni. Aztán remélem nem lesznek ilyen problémák. De előre elég jó. Megállítottunk.
Mm-hmm.